mai est, mihez köt majd a reggel, s a közti vízből rád mi lesz, éjszaka mondd, mi veszt el, lesz-e átvinni még hajó, láncot csörgetni révész, partot ér-e a korhadó, vagy majd keresse régész. A csónakodnak bérletel, lejáró ítni hol kell. Mond, tudod-e, mi köt ide, s tudod-e, majd mi jól el. Két fő fellépője, Lackfi János és lánya Dorottya a vendégeim. Szervusztok, sziasztok, és köszönjük szépen, hogy elfogadtátok még így a meghívást az előadás sziasztok, előtt is. Sziasztok, jó estét! Ugye a mai előadás legfőképpen rólad és a te zenével való kapcsolatodról fog szólni. Hogyan jön képbe a lányod Dorottya? Hogyan fog ő ebben tudni segíteni? Hát úgy, hogy Színha Róbert gitárművész barátommal, ők ketten nagyon sok dalt összeraktak már, és nemrég végig nyomtunk így hármasban egy erdélyi turnét is, 6 nap alatt 9 fellépéssel. Úgyhogy egyrészt össze is vagyunk szokva, ők is egy nagyon termékeny és izgalmas alkotó párost hoztak létre, és hát ebben vannak Dorottyának saját dalai, amiknek dallamát, szövegét is ő szerezte, és ugye Robi is bele dolgozott, illetve vannak az én megzenésített verseim, úgyhogy tehát tulajdonképpen szervesen illeszkedik a dolog. Ez így ebben a formában bizonyos értelemben ősbemutató, mert ők is egy tömbbe játszanak kettőt, mi pedig beszélgetünk. Ez így még nem volt, ugye Horváth László Imre barátommal beszélgetünk a zenéről, és de olyan módon már, hogy felelgetett egymással a zene, meg az én felolvasásaim, az már azért egy jó párszor működött. Milyen élmény számodra édesapáddal együtt dolgozni, együtt előadásokra menni és előadni, és milyen nehézségek vannak benne? Hát egyrészt nagyon jó érzés, mert az embernek van egy komfortérzete, pedig én nem voltam előtte egy ilyen, nem voltam egy bejáratott előadó, de ugye apukámmal állok a színpadon, akkor azért úgy van egy ilyen alapvető biztonságérzete az embernek. Nehézségei, én most úgy őszintén nem jut eszembe ebben az egész előadássorozatban bármi nehézség, ami így ezzel adott volna. Hogy látod Dorottya fejlődését a zenei pályáján egyébként? A Kőbányai Zenei Stúdióban tanul, és hát egyrészt nyilván technikailag is egyre több mindent tanul, mert hát ezért is ment oda, és ott olyan műfajokkal is megismerkedett, amelyek még akár a lelkihez nem is állnak közel, de
hát muszáj nyomni, akkor muszáj nyomni, és azért az sokat gyúr az emberen, én magamon tapasztalom, hogy ami az alkatához nem áll közel, azt milyen szinten tudja hozni. És hát ami a másik dolog, amit én személy szerint látok, hogy a saját dalai, meg a saját szerzeményei, szóval azok még sokkal bensőségesebben és nagyobb erővel hatnak, mint azok a dalok, amiket úgy megtanul, és valamilyen szinten nyilván az övéi, csak az övéi, amikor elénekli őket, de hogy akkor megszólal egy olyan plusz erő, ami mutatja, hogy hát neki arra van az útja, és irgalmatlanul tudja ezt már most. Meg szoktad mutatni a dalszövegeket apukádnak? Persze. Az a Tétlen című dalom, a legelső saját dalom, azt alapvetően édesapámmal ültem le, hogy mondom, elkezdtem írni egy dalszöveget, és hogy kell befejezni egy dalszöveget. És akkor ő elkezdett így, mint egy, tartott nekem egy órát. Tehát így felsorolt ilyen szempontokat, hogy miket szokott használni, mit érdemes. És akkor végül én ezzel a kis tudásra hazamentem, és ebből így született meg, tehát én ezek alapján így kis segítséggel írtam meg ezt a dalszöveget. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy sok esetben ez egy közös alkotó munka, és te majdnem, hogy 99%-ban hallgatsz is apukádra, hogyha szövegírásra van szó. Meg gondolom, hát mindenben az életben. A technikai részekben mindenképp, az az egyik legfontosabb. És hogyha valami gondolatot nagyon benne szeretnék tartani, akkor azt akkor is benne tartom, hogyha mondjuk ő esetleg más példákat mondana, de egyébként ilyen nem gyakran volt. Igazából így ellenőriztetem vele, tehát inkább azt mondanám, hogy én, nekem nagyon fontos, hogy mivel én nem vagyok költő, ezért nekem nagyon fontos, hogy egy ilyen szempontot is kapjanak a dalok, tehát hogy szakmailag jók legyenek a szövegek. János, viszont te költő vagy, de ennek ellenére több száz dalszöveged van már. Véleményed szerint hogyan érdemes neki fogni egy dalszöveg írásnak egy költemény ellenében? Hát vannak különbségek, nyilván ami a nagyon fontos és megkerülhetetlen, az előadónak a személye. Tehát, hogyha ez meg is változtathatja, ez a jelentését is egy szövegnek megváltoztatja, mert ami mondjuk Karádi Katalintól elegáns, az lehet, hogy Gangsta Zolitól nyafogásnak tűnik, vagy nem annyira őszintének, vagy a Hamvadó cigaretta végéről dalolna, mondjuk jó pofa, de valahogy biztos, hogy nem belülről jön. És erre is érdemes figyelemmel lenni, hogy ki kéri a szöveget. Meg nagyon sokszor áttolják a zenészek demo formában, kamu angollal, vagy lalázással. És akkor azt én nagyon szeretem lekövetni azt a zenei ívet. Ez annyiban más, mint tehát amikor írok egy verset, akkor esetleg van egy belső dallam, de csak a saját magamnak a szelíd kényszeréhez, meg a szövegnek a ritmusához igazodom. Itt viszont van egy nagyon, én nagyon szeretem azt, hogyha tényleg tapad a szöveg, és ez irányít, és azt is nagyon szeretem, hogy tulajdonképpen a szöveg bizonyos értelemben súgja azt, hogy mit kell írnom, csak persze ezek közül a megoldások közül a legjobb kell elfogadni, meg kipörgetni. Hogyha már itt ül velem szemben két dalszövegíró, mindenképpen kell, hogy kérdezem, hogy véleményetek szerint mitől lesz jó egy dal, egy dalszöveg? Mi a jó dalnak a kulcsa? Én nekem most a legutóbbi gondolatom ezzel kapcsolatban, vagy amit én szeretek a saját dalaimnál elérni, hogyha a dallal eljutunk valahova. Tehát, hogy a szövegnek legyen egy olyan felépítése, hogy az elején még nem feltétlenül tudod, és a végén jössz rá, hogy hova jutott el a dal. Nekem így ez. Hogyha a mai előadáshoz egy kicsit még visszatérünk, ugye lesz egy több mint egy órás beszélgetés és felolvasás, ami a legfőképp a te részed, és ez előtt és után lesz Dorottyáék és Robiék zenéje. Zeneileg, stílusban milyen zenére kell számítani, vagy milyen zenéket hoztok egy ilyen előadásra? Tehát ugye nagyon fontos, hogy ugye akusztikus hangzásvilág, tehát ugye viszonylag ez így korlátolja, de ez... Úgy fogalmaznék talán, hogy világzene, népzene, nagyon sok hatás van benne. Robi nagyon szereti a rockot, tehát hogy egy bizonyos szinten azt is beleviszi, és nyilván amennyire tudja, így az akusztikus hangzásvilággal. De flamenkót is játszott sokáig, meg klasszikusból jön, úgyhogy egy ilyen teljes paletta. Viszont azt gondolom, hogy egy ilyen előadásnál az is fontos, hogy te milyen zenét szeretsz. Hogyha ki kéne emelni mondjuk egy stílust, akkor neked mi a kedvenc zenei stílusod? Jó, hát én elég mindenevő vagyok. Én klasszikus zenésznek készültem tenoristának, de nagyon szeretem a jazz, nagyon fontos nekem a klasszikus zene, a folk dolgok, elég sok világzenét is fogyasztok, tehát egy ilyen nagyon sokféle történet. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok köszönjük sikert. Szépen. Köszönjük. Egy lábról másikra állingá vár, arcán ki tengerszem, jön, jön, jön egy.
szem partján megbillen, csarnok víz megcsobban, láb-láb-láb, még rugdos, kar-kar-kar, még csapdos, eltűnik majd végül személyén emlékül. Eltűnik majd végül személyén emlékül.